A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Az elmúlt héten ünnepeltünk, és azt hiszem, hogy ünnep lesz ez az egész év, hiszen 30. születésnapját köszöntöttük a Városháza dísztermében a Vörös Marti Rádiónak, illetve 40 éves a Fehérvár Televízió. Vendégem pedig Virág Ildikó, a Vörös Marti Rádió egyik alapító tagja, főszerkesztője, és egy csomó mindent fogok mondani, akinek Cserpakovics András polgármester úr polgári elismerő emlékéremmel köszöntem meg a helyi rádiózás és televíziózás kiemelkedő személyiségeinek munkáját, köztük nyilván a rádióért, azt a szakmaiságot, amit ti képviseltetek és képviseltek jelenleg is. No, hát tisztelettel köszöntelek, mint Penna Régia díjas, Pro Civitate díjas, Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett újságírót, több könyv szerzőjét, mindenről fogunk beszélgetni, ahhoz azonban, hogy eljussunk eddig, nagyon-nagyon fontos az indítatás. Fontos a gyermekkor, fontos mindaz, ami elvezetett eddig. Ugye én olvastam, hogy naplót, verseket, novellákat írtál, és gyermekkorban Rétszilason a szülőfaludban, és hát ez egy nagyon-nagyon fontos a felnövekvő fiatal ifjú hölgy számára, hogy milyen környezetben nő fel, hiszen aztán később az általános és a középiskola is meghatározza a jövőt. Először is köszönöm, hogy itt lehetek. Számomra ez nagy megtiszteltetés, mert hogy én már nem vagyok 10 éve, több mint 10 éve a Vörös Marti Rádió munkatársa vagy főszerkesztője. Ugyan 17 évig voltam, de ennek vége lett, és én most rendkívül ilyen megtisztelve érzem magam, hogy emlékeztetek arra a 17 évre, és polgármester úrnak pedig hát különösen megköszönöm innen is, hogy megkaphattam azt az emlékérmet. No, innét folytatjuk, időközben ezt hadd mutassam meg, hiszen tartasz. Itt van, ami azt hiszem, hogy elkísér az összes többi elismerésed mellett. Na, térjünk vissza, menjünk el egy kicsit akkor Rétszilasra. Én azt mondom, hogy egy kicsi lány, aki elkezdi az életét az első pillanatoktól, egy olyan indítatást kap, mint te magad, hiszen versmondó lány voltál, verseket írtál. Ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat a jövőre nézve is. Igen, és én nagyon büszke vagyok az én Fejér megyei, hát gyökereimre, a származásomra, a szüleimre, az édesapámra, akit nagyon korán elveszítettem, az édesanyám, aki kettőnket a húgommal hát nagy szeretetben nevelt, és minden biztosított számunkra, hogy tovább tudjunk lépni. Lajos, nem tudod elképzelni, hogy én olyan általános iskolába jártam a húgommal együtt, aki tudományos kutató Karikó Katalinnal együtt egy intézetben dolgoztak valaha, a Szegedi Biológiai Kutatóban. Tehát mi olyan általános iskolába jártunk, ahol összevont osztályban tanultunk. Igen, Sárszent Miklósról beszélünk. Az már a felső tagozat volt. Az a felső tagozat volt, de Rétszilason az elsőtől negyedikig az összevont osztályban tanulást jelentett. És aztán Sárszent Miklóson, ahova busszal jártunk föl, közben megszűnt az iskola Rétszilason, és ott voltam felső tagozatos. És akkor, ha most itt gyorsan végig lehet szaladni ezen, hogy tehát ez volt az indítatás. Igen, bocsáss meg, de én azt gondolom, hogy a Rétszilas és Sárszent Miklós meghatározta mindenképpen a jövőképedet, és ilyenkor mondhatjuk ki, hogy a tanítókra,
tanárokra a felsőben óriási szükség van, hogy egy olyan indítatást adjanak, mint amit te magad is kaptál. Igen, kaptam is egy olyan indítatást. Én azért jelentkeztem magyar-orosz szakra később, mert hogy én az általános iskolában Ádám Eszter, és legyen könnyű a föld a tanárnőnek, már nincs közöttünk, ő olyan úgy tudta tanítani az oroszt, hiszen hát ez köztudott, hogy mi orosz tanultunk, az volt az idegen nyelv számunkra, úgy tudta tanítani, hogy imádtam, és mindig versenyekre mentem, járási versenyre és megyei versenyre, orosz versenyre, tehát a nagy pedagógus személyiségek, egyéniségek befolyásolják a gyerek jövőjét valamilyen módon. Igen, Pauli szemsegáját viszol, hogy ez vino. Azt hiszem, hogy ezt a mikorosztályunk soha nem fogja ezt a dalt elfelejteni. Tehát ez volt az indítatásod a tanárképző főiskolára, igen, Pécsre? Igen, ez volt az indítatás. És aztán, hát persze ott volt mellette a magyar-orosz szak is, itt lehetne még cizellálni, hogy hogyan, hogy először francia-orosz szakra jelentkeztem, aztán később Szegedre, és aztán később ezen változtattam. Tehát itt azért van sok minden, ami végső soron hozzátartozik az életemhez, de már nem annyira lényeges. A középiskola viszont rettenetesen fontos, ha visszaugorhatok, ha megengeded, mert én akkor ismerkedtem meg Székesfehérvárral, mert hogy én a Telekiben tanultam 2 tanévet, és aztán amikor a szüleim lakást kaptak Dunaújvárosba, utána én már nem ide jártam, úgyhogy, és itt van egy olyan emlékem például, amikor kollégista voltam, ma Szent István tér, akkor István tér volt, és ahol a levéltár, az volt egy leánykollégium. És hogy olyan semminek és kicsinek, és elveszettnek éreztem magam. Később ezt meg is írtam valahol, hogy a püspöki palotába nem mertem volna benyitni se, pedig annyira kíváncsi voltam rá. Hát aztán később megadatott, hogy bemehettem, és Pányi püspökkel dolgozhattunk együtt, én, mint média munkás nyilván, és hogy megadatott számomra ez is. Szóval, hogy én azt gondolom egyébként, hogy, és köszönöm, hogy szóba hoztad ezeket a gyerekkori éveket, mert hogy ezek nagyon-nagyon befolyásolták azt, amilyenné én lettem. Egy kicsit hát bátortalan. Tehát, hogy talán általános iskola 7.-8. osztályában már a Sárszentmiklósi általános iskolában megtanultam, hogy hát mégiscsak tudok én verset mondani, és az iskolai ünnepségeken már ott voltak a verseim, innentől kezdve így valahol talán ezt le is írtam, vagy elmondtam, hogy a versmondó lány voltam, és még olyanok is megfordultak, úristen, erről sehol nem beszéltem még nyilvánosan, hogy olyan is megfordult még a fejembe, hogy én a színművészetire jelentkezzek, de mint ahogyan te is látod, szóval így problémám akad az egyenes nézéssel, a szüleim erről lebeszéltek engem, és aztán valahol utána már csak azt tudtam, hogy én mondani szeretnék valamit, ha nem is verset a későbbiekben már, hanem közölni embereknek, elmondani a gondolataimat. Na hát így jött, hogy egyszer csak verset írtam és novellákat. Milyen impulzusok értek a főiskolán? Hiszen ez nyilván meghatározza az ember fia életében. Hát persze, mert hogy ott válik felnőtté az ember. Ez megint nagyon lényeges, és itt megint van egy kanyar, amiről muszáj beszélnem, és el kell mondanom, hogy engem fölvettek nappali tagozatra, és el is kezdtem. És aztán, na erről se beszéltem még soha sehol, hogy jött az életembe a nagy szerelem. De ez jó. Nagyon jó volt. Igen, ám, de ettől kezdve én egyszer csak gyereket vártam, és levelező tagozatos lettem, és úgy fejeztem be. A Dunaújvárosi Hírlaphoz kerülésed, azért azt gondolom, hogy ez meghatározó, hiszen megvolt az az álmod, és a kellő tehetséged, elkötelezettséged ahhoz, hogy írj, és az nyilván nagyon sokat segít az első időszak, főleg, ha valaki egy olyan helyre kerül, ahol ehhez megkapja azt a pluszt, ami aztán később kiteljesítheti.
Hát igen, ez egy megint csak egy érdekes sztori, hogy én azt gondoltam, hogy az úgy megy, hogy én oda bemegyek, és jelentkezem, hogy én újságíró akarok lenni. És akkor ezt meg is tettem, mert akkor már bátor voltam, tehát eljutottam odáig, hogy egész bátor voltam már. Bementem oda, és ezt így elmondtam. Aztán mi azt is megkérdezték, hogy vajon miért, hát akkor mondtam valamit, nem is tudom. De a lényeg az, hogy tulajdonképpen hamaros kívül találtam magam, és amivel befociztam akkor magam mégiscsak, hogy volt egy kiállítás, és arról én írtam egy recenziót. És akkor azt bevittem, hát akkor nem így ment még, hogy fogom magam, és mit tudom én, e-mailben elküldöm, vagy faxon, még fax sem volt, tehát semmi nem volt. Én azt bevittem, és ha hiszed, ha nem, azt én csütörtök péntek körül bevittem, és az megjelent, hiszen az nem heti lap és nem napi lap volt, hanem heti kétszer jelent meg, a keddi lapban megjelent. Tehát ez áttörés volt mindenképpen. Igen. A következő áttörés pedig mindenképpen a Fejér megyei hírlap. Hát a nagy szerelem ugyancsak, igen, mert ez volt egy újabb valami különleges az életemben, hiszen visszajöhettem Székesfehérvárra, Itt muszáj említenem, mondhatok neveket, ugye? Természetes. Hogy Nagy Jenő nevét szeretném, aki azt mondta, hogy hát most nem, ugye egy lapkiadó volt, most nem tud átvenni, de evidenciában tartja. Ez az evidencia szó azóta is itt van a lelkemben, így ízlelgetem és simogatom időnként, mert hogy ez jelentette azt, hogy egyszer csak aztán itt találtam magam, jó lehet akkor már a Baranyi Pál volt a főszerkesztő, és hivatott engem, és azt mondta, hogy a Jenő bácsi, hát mindenki így hívta őt, Jenő bácsi örökül hagyta magát, de nem gondolja, hogy nem figyeltem az írásait, most jött el az idő, na jön-e. Hát. Nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert Nagy Jenőről méltatlanul keveset beszélünk, pedig ő teremtette meg azt a lehetőséget, hogy a hírlap, én mondom, ott tart, ahol tart, hiszen ne feledjük, azért egy olyan újságíró nemzedék indult el, amelyet fémjelzett Baranyi Pál, Sipos József, nem sorolom, azok a fiatalok, vagy kevésbé fiatalok, akik aztán sokat tettek azért, hogy a hírlap olvasható legyen. Viszont jött számodra is a továbblépés, tehát a Bálint György Újságíró Igen. Akadémia, és ami egy fontos pillanat. Nagyon fontos pillanat, és itt azért van egy nagyon érdekes, ami megint csak valahol az én kétségeimet mutatja, és azt, hogy soha nem voltam biztos valahogy abban, hogy mi sikerülhetnek dolgok. Mert hogy amikor a két fiam után a harmadik gyerekemet megszültem, a lányomat, aki ugyancsak újságíró médiamunkás lett, akkor éppen forrongott a világ, mármint a roskadozott a társadalmi berendezkedés rendszer változtatás idejét éltük. És én akkor a Fejér megyei hírlaptól kapván az ajánlást, én akkor beiratkoztam, illetve felvételizni kellett. Felvételiztem a Bálint György, azt hiszem, hogy ma már Újságíró Akadémia, és fel is vettek, és mert arra gondoltam, hogy nem lesz itt elég már, amikor én visszajövök az én bölcsész végzettségem, lehet szükség arra, hogy legyen egy újságíró végzettségem is, és itt sietek elmondani, hogy hiszen akkor még nem volt egyetemi, főiskolai szinten újságíróképzés, kommunikációképzés Magyarországon. Na mindegy, én ezt megszereztem, nagyon nagy kitartással, szorgalommal, hiszen azért ott volt a három gyerek. És mi aztán, volt a mestered? Hát én a Földes Andánt tekintem mesteremnek az újságíróiskolában, de a későbbiekben ott volt Györfi Miklós is. Tehát ez most így szaladt ki a számon, mert hogy először, aki engem észrevett, az a Földes Anna volt az interjú készítések kapcsán. De aztán
ugye nem mindig ugyanazokkal volt, ugyanazok tanítottak minket, ott ismerkedtem meg Györfi Miklóssal is. Aki, én azt gondolom, hogy a hazai újságírás, felsőfokú újságírás megteremtésének az egyik atya. Tehát alapvetés volt az nyilván a rendszerváltozást követően 1992, nem csak a te életedben, hanem ha körbenézünk és az újságíró társadalmat vizsgáljuk, bizony mondhatjuk, hogy a Kodolányin végzett a zöme az alap. És az alap ehhez Györfi Miklós volt, és a ti korosztályotok, hiszen ti voltatok az elsők, akik elsajátították mindazt, ami a máig visz bennünket is. Ehhez viszont kell, hogy néhány szó essék a Kodolányi János Főiskola megalapításáról. Nagyon hiszen köszönöm. Ez egy kivételes pillanat volt Székesfehérvár, én azt gondolom, és a magyar felsőoktatás tekintetében is. Igen, és köszönöm, hogy erről is beszélhetek, mert hogy mielőtt ide beültünk, ez el is hangzott, ugye, hogy ha nincs a Kodolányi, akkor nincs a Vörösmarty Rádió. Tehát itt ezek fontos dolgok, és ebben még ami a legfontosabb, hogy ők, akik megalapították a Kodolányi Főiskolát, jól lehet pedagógus képzéssel indult. És itt akkor Szabó Péter és Rockenbauer Lajos nevét említem, mert hát ők voltak az alapítók. Ők egyszer csak azt gondolták, hogy jó lenne ide egy főiskola, és csináljunk egy főiskolát. Az egyik interjú kötetemben ez benne van, ezt megírtam, és hát ez szerintem korszakos dolog, hogy a királyi városban létrejött a saját főiskola, felsőoktatási intézmény. Hamarosan elindult a médiaszak is, Györfi Miklós útmutatásai alapján. Gondolkodj globálisan, hiszen kinyílt a világ, cselekedj lokálisan, hiszen szükség van egy ilyen intézményre ebben az értelemben, és szükség van a felsőfokú újságíró képzés mellett, hiszen ez is egy alapvetés volt, hogy az elektronikus sajtó, illetve a tévézés is meg lehessen tanulni. Mert tanulható, valljuk meg, viszont eddig erre nem volt példa. Igen, ez pontosan így van, ahogy összefoglaltad, bocsánat, hogy Györfi Miklós ezt úgy álmodta meg, tehát a legjobb embert találták meg hozzá a két alapító jó barát, mert hiszen a Györfi Miklós ezt úgy dolgozta ki, hogy az elmélet mellett a gyakorlatra is gondolt, és ebben van azt hiszem a legnagyobb érdem, hogy ezt fantasztikusan kidolgozta, tehát megvolt ennek a módszertana, hogy hogyan történjék. Azon nyomban, ugye műfajokat nyilván meg kell tanítani, és egy csomó más egyebet is, társadalomtudományi tan, nagyon sokféle tantárgy volt a hallgatóknak, akkor még kommunikációszakos hallgatóknak, viszont volt egy tanrádió, ami a Vörösmarty Rádió, és volt egy tan televíziós stúdió, az Orbán Zoltán és a Halász István dolgoztak akkor még ott, majd később Dezső István is, tehát hogy mindenkit mondjak itt, mert azért ott voltak az indulásnál, vagy az indulást követő esztendőkben. Tehát a gyerekek, hát a hallgatók, hiszen itt 18 éves fiatalok, 18-19-20 éves fiatalokról van szó, sőt, olyan is volt, aki Kirádi Attila például ma a TV2-nél kreatív igazgató, aki ott hagyta harmad évben az Állatorvostudományi Egyetemet, és vagy főiskola volt akkor még, és átiratkozott hozzánk. Nincs kétségem felőle, hogy óriási kihívás volt a frissen alapított, akkor főiskolai rádió, később aztán, tehát nyilván a sugárzás okán az egész város vagy térség rádiója lett főszerkesztőnek lenni. Melyek voltak azok a pillanatok, amelyek megerősítettek abban, hogy ez egy jó út, amit Györfi Miklóssal és a többiekkel együtt elindítottatok? Hiszen tudjuk, hogy ez egy gyakorló rádió volt, aztán később pedig elindult egy olyan műsor, ami azt hiszem, hogy ma is hallgatható, sőt. Igen, és nagyon boldog vagyok, hogy itt egy fantasztikus csapat viszi tovább a lángot. Hát
Amikor az első sajtótájékoztatón azt elmondta Miklós, hogy ez itt egy tanrádió lesz, akkor én magam nem gondoltam arra, hogy ebből, ugye én akkor főszerkesztőnek vettek föl, nyilván a papírom miatt, a másoddiplomám volt akkor a Bálint Györgyös diploma, az olyan volt, mint ma a felsőfokú szakképzés. És hát nyilván főszerkesztőnek olyat szerettek volna, akinek van papírja erről. Ezt én így képzelem. Soha nem beszéltünk később erről. Bár én az elején mondtam a Györfinek, hogy én inkább munkatárs lennék, de erre az ő saját stílusában válaszolt, hogy tehát én főszerkesztőnek jöhettem csak ide és kész. És én magamban bizonytalan voltam, nagyon bizonytalan, és hogy nem lesz ez a tanrádiózás. Hát aztán egyrészt az nagyon szerencsés volt, hogy itt mi, amikor elkezdtük a Kodolányi rádiót, tehát ezt az oktatáshoz kapcsolódó rádiózást csinálni, akkor Horváth Miklósék segítségével ott volt már egy stúdió, tehát mi egy kis stúdióba ülhettünk be, és a tartalommal foglalkoztunk, és a Györfi nagyon-nagyon pontosan, precízen kijelölte az irányt. Az irány az volt, hogy a klasszikus rádiózás alapjait kell megtanítanunk a hallgatóknak, ami azt jelentette, hogy ilyen Kossuth rádiós közszolgálati stílusban, tehát itt nem hiába indultak akkor már, ugye a helyi rádiózás akkor úgy már megindult, és jobbára a kereskedelmi rádiózás irányába mentek el a helyi rádió. Rövid hírek, zene. Igen, de itt ahhoz, hogy a hallgatók gyakorolhassák mondjuk a krónikaszerű híradást, gyakorolhassák a tematikus magazin műsorokat, tehát a rádiózás minden csínyát, binyát, az alapjait elsajátíthassák, akkor nekünk biztosítani kellett ehhez a lehetőségeket. Na most 7 órában rádióztunk akkor, tehát nagyon kevés volt, a Reflex Rádióval közös frekvencián rádióztunk, de belezsúfoltunk mindent. Tehát közszolgálati műsor struktúra alakult ki. Igen, akkor ezt még úgy mondtuk, ugye mi non-profit rádió lettünk, tele kötelezettségekkel, amit teljesíteni kellett, nagyon kevés reklámmal, nagyon nagy szövegarányjal, de ez mind szolgálta az oktatást, mindent. És én azt gondolom, hogy 2013-ig, és azután is így volt, miután a város, és így van most is, miután a város tulajdonába került, viszont az önkormányzat élet, és Budapest kell, hogy Budapestről beszéljünk, a tanításról, illetve a kommunikációs vezető posztról, hiszen ez egyik oldalról az egész pályafutásodnak megerősítés, gondolom. Ez biztos, hogy így van. A Budapest nagyon fontossá vált az életemben. Nem volt lehetőségem másra tanítani, nagyon szerettem, nagyon benne voltam ebben már, de itt azért engedjed meg, hogy visszanyúljak csak egy fél percig az én csapatomra, akik valamennyien, tehát a Vörösmarty Rádiós csapatom, akik aztán tovább is vitték a munkát, immáron a médiacentrum kötelékében, tehát ők mindent megtettek annak érdekében, hogy egy értékteremtő, olyan értékközvetítő rádiót csináljunk, amit kezdetben a kijelöltek számunkra irányt, és én erre vigyáztam nagyon, és óvtam ezt. És hála és köszönet nekik, hogy aztán ezt tovább is vitték. Igen, a mai napig. Hát a semmiből egy új, másik világot teremtettetek, ha úgy tetszik. Milyen a Budapesten? Hiszen a kommunikációs igazgatóként rendkívül felelősség. De én már nem vagyok kommunikációs igazgató, tehát voltam. A 2013 utáni időszakról kérdezem. Az fantasztikus volt olyan szempontból is, hogy nekem hát megmutatkozott egy más perspektíva. Én vidéki újságírónak tartom magam a mai napig, és ez számomra azt gondolom, hogy egy ilyen, úgy érzem, hogy ez rangot jelent, mert hogy mi a vidéki újságírók, hát ugyanazt a munkát végezzük, amit
a fővárosiak, csak ott mások a léptékek. Most figyelem a hallgatókat, és figyelem a hírtévében is dolgozom, és ott a fiatal riportereket, hogy ők a parlamentbe járnak, és ott készítik az anyagokat. Mi pedig boldogan mentünk a városházára, a megyeházára. Tehát így a léptékek változnak, de azt gondolom, hogy a vidéki újságírónak ugyanolyan szakszerűen és jól kell dolgozni. Talán még időnként többet is. Én néha ezt gondolom, ha összehasonlítom a két terepet. Budapesten több lehetőség nyílt a gyakorlatra például a gyerekeknek, mert hogy ezer helyre elmentek, de ha nem a gyakorlatra, akkor meg dolgoznak, megteremtik ugye a tandíjra valót. Azt láttam, hogy mindenki dolgozik, olyan nincs szinte a hallgatók között, hiszen mi nem kaptunk jó ideig, most már igen, de nem kaptunk, a magánegyetemek, főiskolák nem kaptak állami támogatást, ez a normatíva, és hát a hallgatók kénytelenek megteremteni a tandíjukat, ha nincsenek családilag ugye eresztve, igen. Aztán amit még látok, hogy amikor azt érzem, hogy hasonlóak az első évesek a Virág Ildikóhoz, amikor gimnazista lett Székesfehérváron, hogy egy kicsit elveszettek, egy kicsit nagy nekik az a kabát, és beletelik 2-3 év, amire ott megtalálják a helyüket. Nagyon örülök, amikor visszamennek a városukba, és ott kapnak állást. Ezt én mindig szorgalmazom is, hogy oda menjenek gyakorlatra, hiszen ott ismerős a közeg, és ott büszkék is lesznek rájuk majd, amikor visszatérnek. Igen, és hát kívánhatunk olyan jövőképet, mint amit te magadnak megteremtettél, és lám-lám, itt vagy velünk ismét, ha úgy tetszik, otthonról hazajöttél nekünk. Ildikó, mit kívánjunk neked? Lajos, kérhetem azt, hogy én halálomig dolgozhassak, hogy azt kíván nekem, mert én úgy érzem, hogy addig élek, amíg dolgozhatok. Nagyon szeretek tanítani, nagyon szeretek újságot írni, nagyon szeretek, most már televíziózásba is valahogy belekóstoltam egy kicsit, 18-tól dolgozom a Hír TV-nél is, hogy adjon a Jóisten nekem egészséget ahhoz, hogy amíg le nem csukom a szemem, addig dolgozhassak. Akkor történjék így. Köszönöm, hogy mosolygós szemmel tiszteltél meg bennünket, és még egyszer gratulálok minden székesfehérvári, minden magyar, minden rádióhallgató, minden televízió néző nevében. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, Virág Ildikó volt a vendégem, aki polgármesteri elismerő emlékéremet kaphatott, hiszen 30 éves volt a Vörösmarty Rádió, ebben az esztendőben ezt is ünnepeljük itt Székesfehérváron. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.